Nehezen indult 2023 a nagyhalászi önkormányzat számára. A város közel 30 millió forintos állami támogatástól esett el. Csökkent ugyanis a lakosság szám, aminek következtében megemelkedett az egy lakosra jutó adóerő képesség mértéke, így kevesebb normatívát kaptak. Az önkormányzat a nehézségek ellenére több beruházást is befejezett az elmúlt egy évben. Közel két kilométer hosszan megújult a csapadék vízelvezető rendszer az Arany János utcán, a város külterületén pedig szennyvízelvezető épült. Közel egy 500 lakost érint ez a beruházás, és ugye ennek egy kellemes hozadék az, hogy beltörleti lesz nyilvánítva az a szakasz, ahol érintve volt a fejlesztéssel. A másik jelentős beruházásunk a csapadék vízelvezető rendszernek a felújítása, kiépítése. A Arany János úton a főutcán egy közel két kilométer hosszban történt meg a felújítás, és egy befogadóig kiépítésre került a vízelvezetés, amely most le is vizsgázott össze, hisz olyan mennyiségű csapadék esett le, ami, amit szerettünk volna, hogyha évelején évközben esik le, és a vízelvezető rendszerből a csapadék pillanatok alatt el tudott folyni a befogadóig. A várost átszelő főút felújítása is befejeződött. November végén adták át a kézberuházást. Önkormányzati utak, járdák is épültek. Ezek mellett energetikai beruházásokra nyert forrást a település, a városházát és az idősek otthonát korszerűsítik. Gazdasági területek fejlesztésére is kapnak top pluszos támogatást, melyből három és fél hektárnyi ipari területen alakítanak ki telephelyeket, és csarnok is épül. A fejlesztések 2024-ben indulhatnak el. Ezen a látványterven már a városközpontba tervezett bölcsöde látható, amelynek várhatóan tavasszal kezdődhet a kivitelezése. Van a top pluszos pályázatunk, amelyben egy élhető település kiírásra pályáztunk, amelyben egy jelentős útfelújítás van kerékpársáv kialakításával, ez a József Attila útnak a tovább fejlesztése van benne, illetve van egy kereskedelmi inkubátorház építése a központba, és öt közparknak a felújítása, amely szintén jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy nagy halász élhetőbb, szebb legyen az itt lakók és az áthaladók számára is. Fontos eredmény, hogy az önkormányzat 2023 év végén a településen élő családok számára 5000 forint értékű támogatást biztosított, 2024-ben pedig a kommunális adó eltörlésével segíti a lakosságot a városvezetés.